Duna Bogdány önkormányzata a Dunapart területének rendezése érdekében együttműködésre lépett a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti, településtervezési és díszkertészeti intézetével. Az ott tanuló egyetemi hallgatók féléves feladatul a Dunabogdányi Dunapartra vonatkozó koncepciótervek elkészítését kapták tanáraiktól, Karlócainé Bakai Esztertől és Gergely Antaltól. Szeretném megköszönni ezt a remek lehetőséget, amit az intézetünk kapott, hogy foglalkozhattunk a Dunabogdányi strandnak a fejlesztési koncepciójával. A hallgatóknak mindig egy nagyon felvillanyozó lehetőség, hogy olyan feladatot kapnak, amely valós tervezési feladat, látják, hogy hogy működik most, érzékelik azokat a problémákat, amiket az adott helyszínen észre lehet könnyedén venni, és lehetőségük van arra, hogy megoldási javaslatot biztosítsanak ezekre a felmerülő problémákra. A strandot nem lehet kiragadni a település tereiből, és jóval távolabbról, tulajdonképpen a település belterületének teljes hosszát végigkíséri Dunapartot, mint tervezési helyszínt, illetve a település hálózatot és a Dunapart kapcsolatát vizsgálva kezdtünk neki a munkának. Ennek eredményeképpen fogalmaztunk meg, ha jól emlékszem, 5 olyan konkrétumot, ami a későbbiekben, minden egyes tervben visszaköszönő módon válaszokra talált. Itt a települési kapcsolatok szintjén azt hiszem megfogalmazódott az átjárhatóság kérdése, tehát az elsődleges funkcionális kapcsolatok megtalálása. Itt az a 2+1, tehát 3 utca, ami a 10-es főút és a Dunapart között kapcsolja a tereket autós forgalommal terhelve. Ebből 2 nyilvánvalóan a Strand utca, mint a strand megközelítésének legfontosabb csápja kapta az egyik hangsúlyt, a másik az a Pékség és a mostani vagy néhai buszforduló helyszíne. Azt gondoljuk, hogy a települési kapcsolatok szintjén ez a 2 helyszín lenne nagyon fontos, ami a strand működése, a Dunapart egész éves használata szempontjából fontos kapcsolatot jelenthet. Ezen túl a Dunaparton kapcsolatokat erősítenénk, és azokat a természetes, döntően közterületi szegmenseket, amik mondjuk átbocsátó képességű tekintetében ma majdhogy nem egyik-másik esetben a nullához konvergálnak, és itt erősítenénk. Ezek döntően a település csapadékvíz elvezető rendszerének, néhai patakoknak és vízfolyásoknak a nyomvonala, amik a magánkertek között a főutat ugye a Dunaparttal összekötik, és ezek között 2 helyen már ki is alakultak olyan kiépített gyalogos nyomvonalak, amelynek a szerepét mi fontosnak érezzük. A hallgatók 5 csoportja dolgozta ki a terveket, melyeknek bemutatására a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban került sor. Schuster Gergely polgármester elmondta, nagyon sok jó megoldási javaslat érkezett a hallgatóktól, melyeket szeretnének a lakosság elé tárni, és a véleményeket, javaslatokat kikérni, mielőtt a végleges tervek kidolgozását elkezdenék. Az előadás sorozat egyes részei az önkormányzat internetes felületein és a Danubia TV adásaiban lesznek megtekinthetők. Tóth Barnabás egy vizsgálati analízissel nyitotta meg a sort. Szeretnénk bemutatni önöknek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti, településtervezési és díszkertészeti intézetének Dunabogdányi Szabadstrand fejlesztési féléves feladatát. Az előbbiekben 5 darab csapat koncepciótervét fogjuk bemutatni, illetve egy vizsgálati analízis résszel kezdenénk. A tervezésnél fontos elemet játszottak először is a különböző szabályozások áttekintése. Megvizsgáltuk a település szerkezeti tervet, a helyépítési szabályzatot, és ez alapján megállapítható, hogy mi jelenleg egy közjóléti erdőként van nyilvántartva a Dunapart menti sáv, melyet városközponti beépítés és kertvárosias lakó beépítés határol. Különböző fejlesztési koncepciókkal is megismerkedtünk, itt
Itt azon fő elemeket szeretném ismertetni, amelyek a tervezésünket befolyásolhatták, így például, hogy a Duna arculatának megteremtése, a természet és az épített környezet százalékos összhangjának elérésével egy vízisport és szabadidőközpont célú, de mégis közterületi zöld felületi funkcióval rendelkező közösségi terek, térrészek kialakítását kezdeményeztük. A fejlesztési koncepciónál fontos megemlíteni, hogy milyen tájkarakteri, tehát a tájkarakter környezetkímélés, és ez a mindenképp a természeti értékek megóvása és a városi kontextus fejlesztése volt a kiemelkedő része a féléves feladatunknak. Tehát ezek a természeti értékek, a város, illetve a tájkép megóvás egy fontos szerepet játszott ennek a projektnek a létrejöttében. A következő napokban Dunabogdány lakosai 5 külön részben tekinthetik meg a hallgatói csapatok által készített koncepció terveket.